Én lassan 13 évvel ezelőtt kezdtem barantával foglalkozni. A bátyám vitt el egy edzésen, meglepetésszerűen nem tudtam, hogy hova megyünk. És az első edzésen láttam, hogy botoznak, kardoznak, birkóznak, ostoroznak, táncolnak, mindenfélét csináltak Cegléden az ottani barantások. És az első edzés után azonnal megkezdtük szervezni a saját edzéseinket. Budapestre is eljártam, akkor még ott tanultam egyetemen, és a budapesti egyetemi évek alatt a budapesti központi csapat, Zényi Baranta csapatnak az edzéseire jártam edzőtáborokba, versenyekbe, és így maradtam, ebben maradtam meg. Kárpátaljára ezt úgy tudtam elhozni, hogy a Petőfi Sándor ösztöndíj programban pályáztam, amit a miniszterelnökség írt ki, és bár az első körben tartalékos lettem, de úgy esett, hogy pont az az ember, akinek a helyére jöhettem, visszamondta,